hogy Jordan Micsi, Sándor Golf vagyok a War Thunderből, és az OF 40-es stráddal fog foglalkozni egy kicsit. Ugye a War Thunder előtt én sem foglalkoztam azzal különösen, mert az olaszoknak egyébként az arjáték előtt voltak különböző Leopard tankjai. Azt tudtam ugyan, hogy exportáltak is belőle, igazából nem nagyon érdekelt a téma. Hát most egy kicsit belástam magamat a sztoriba. Ugye a második világháború után amerikai tankokkal kezdték pörsingekkel, pattonokkal a tékedésüket az orosz páncélos erők, illetve az M47-nek saját orosz ágyúval felszerelt verziójával, aki szintén Tech-3 7.7-ben. De 1980-ban leálltak a gyártással saját felhasználásukra. Azt tudni kell, hogy az első Leopardjaket, mint a Krauss Maffei direkt gyártott Oroszországnak, majd ők nagyon gyorsan megvették a gyártási jogot, hogy saját forrásba tudják felezni a szükségleteiket. És ugye 1980-ban a saját felhasználásra leálltak a Leopardokkal, ugye jöttek majd az Ariaték. És ezt követően felmerült azt a Lion projekt keretébe, hogy ezt szeretnék exportálni az arab országok számára. Na most nyilvánvalóan a Krauss Maffei ezzel nem volt igazából boldog, és elküldte a mérnök csapatát Olaszországba, hogy úgymond dexmáloljanak, szedjenek szét egy OF 40-est, és nézzék meg, hogy bármilyen ponton sérti a licenszfelt szerződésnek a feltételeit. És nagyon nagy megelégedésükre semmilyen ponton nem sütöttek licenszerződést az oroszok. Teljes mértékben más is különböző az OF 40, na de mitől is más is különböző az OF 40? Hát először is egy Iveco Fiat motoron menne. Másodszor is a sebváltó rendszere az nagyon érdekes, mert kettő darab sebváltó van benne. Van egy teljes mértékben automata sebváltó, és van benne egy manuális sebváltó, az esetre, hogyha ez elrommana. Illetve a nyomaték átalakítója is van, az teljes mértékben automata. Az éjjel látója az egy SFIM, amit a franciáktól vettek, és az AMX sorozatról került át egyezetbe az OF 40-ekre. Az AMX 40-esben is ugyanilyen éjjel látó van eredetileg. Azt is érdekes módon az alapból szállták eszpóta, csak abból nem megy siker, ebből viszont le. Ugye Otto Malera a stabilizátor, maga a löveg is, egy Otto Malera 105x52-es, űrméretében azonos, lőszereiben azonos ugye az ellátás, tehát minden NATO lőszert képes tüzelni, ugyanakkor mégsem egy elhetes ágyú, tehát azért játszottak itt a dolgokkal. A gépfegyverei sem ugye a németeknél megszokott machinegeverek, hanem Fabrik National-t a belgiktől vásároltak rá gépfegyvereket. Érdekes módon itt ez a tetőgép puska azetleg nem itt volt, nem teljesen itt volt. Ezt a két búvónyilás közé tették, hogy mindkét oldalon elérhető legyen, aztán átgondolták és visszapakolták ide a parasnak elő, hogy inkább csak nek legyen igazából kényelmes elérhető. Ez egy nagyon pici kis változtatás. Tehát ő volt az alap. Na igen, de ezzel nem voltak elégedettek maguk az oroszok sem, illetve az arab országok is kérték exportra a Dubaj, és egy csúd arab emirátusok, hogy stabilizátorra szereljék fel. Nagyon hamar megjött az OF 40 Mark II sorozat. A Mark II-esek közül az, amit ha ebben nem volt teljesen biztos, hogy talán ő az, aki Duba is megvásárolt, vagy az A-nak valamelyik al-típus változatát, mert rengeteg félre készült belőle. Jelentőleg az irányzék az nem volt beskálázva csak APD-es, HITF-es és hashgarátokhoz, de az A2-es verzióknak már az irányzék a APFSDS az is kapott egy skálázást, úgyhogy a lőszerváltás esetén már minden lőszertípus maradéktalanul irányozható vele, mindenféle fennakadás nélkül. Kapott ugye a lézeres távolságmérőt, és hát ja, ez már sokkal komolyabb tudsz. Na most a sivatagi exportokra kapott kétféle hűtőt. Azt pedig egy kicsit arra bemártosok számára készült MTCA verzión szeretném megemlíteni, hogy kétféle hűtője van. Van egy légkonda legénységnek, és van egy másik hűtőrendszer hátul, ami a két benzintartályt, gázrajtartályt hűti. Az üzemben ne forrosodjon túl. Nyilván a sivatagban extra pórszörőket kértek rá, ezt meg is kapták. Úgyhogy ezek ilyen kis extra mutatságok és kiegészítők. Na de akkor nézzük is meg, hogy a kettő között mi a különbség, mert ugye most egy copypasta prémiumról beszélünk. Az én birtokomba úgy került, hogy nekem megvolt a spagetti pattern, az M60 A1-es DCR JT, amit leadtak 7.7-be és levették a stabilizátorát. Így abban az állapotában lehetszik, hogy ezt megkapták az amerikaiaktól, mert később az Otto majd rápakolt erre egy stabilizátort egy időben az amerikai AOS-sel, az a saját tervezésű stabilizátor volt, de most ez azt megelőző állapotában van 7.7-ben, és van sem esméken nagyjából ugyanaz, mint előtte volt, csak stabilizátora nincsen, úgyhogy annak a tanknak vége van. Így 30% árengedménnyel 39 fontért vettem meg az MTC-át. Ez volt igazából a kárpótlási jegy. És még egy érdekesség, hogy már a 7.7-esnek is igazság szerint van egy kis huncutság a tarsójában. Ez a kis huncutság a tarsójában az az, hogy az ágyú závázat, ez bizony egy félautomata
Bukovék és Ágyú Závár. Tehát nagyon lövés után kiveti magából a hüvelyt, és visszaáll egy ilyen töltési pozícióba. Töltő kezdve csak rá kell fektetni az adagolós hídra a lőszert, és már benne is van a csőbe. Valaminél jobb töltésének kellene lennie. Legészségi szintől függetlenül, és ezt okosan már jobb töltéssel kéne rendelkeznie, mint a német leopárdoknak. Ez a játékban nincsen lemodellezve, ez a félautomata ágyúzává. 7.7-ben kicsit úgy gondolta a Guardian, hogy túlságosan sok lenne, túlságosan OP lenne jobb a töltése, vinyonálnak az emberek, hogy miért jobb az orosz leopárd, mint a német leopárd, és ezzel ők ezt az egész vitát így megspórolták. Ennek okával a félautomata bukóik és ágyúzávár trükköt nem tudja az Overtime-ben a War Thunderben, viszont más trükkök ugye vannak a tarsójában. Na most akkor nézzük meg az MK2-nél fogom magyarázni a részleteket, ugye. Túlélő képessége nagyon érdekes, mert én is észrevettem, és több plántásom is reklamált, hogy kellene harcolnak, hogy hát még kopos az egész előfordul, de APC-BC gátokkal elég rendszeresen pattognak róla. Ennek az az oka igazság szerint, hogy elég hülye szögben megvan azért döntve ez a páncélzat. Tehát ha megnézzük, ez már önmagában 68 okos szög, és ha még erre picit is szögelve látunk rá, mert éppen a kő, hogy épület mögül akar kinézni az OF 40-es, akkor erről már az APC-BC gátok elég szépen tudnak pattogni. Magattól jön ezt a játékot játszom, mert ez elég resebben van szögelve. Nem annyira este úgy, mint a Leopard 2 Kyler-nek, aminek az a páncélja szögelve van, azért annyira nem, de még így is elég jelentős mértékben. Itt az oldalára is elég szépen lehet csúszkálni, úgyhogy valóban APC-BC gátokkal szemben van egyféle fajta. Hát RNG páncélünk azért, mert ez csak RNG. Akkor már benne kezdtem a páncélba, akkor nézzük meg azt először. Ugye nem sok páncél van, amire beszélhetnék. 50 mm, 70 mm. Torrefont a meredeken legjobb esetben. Itt valaki érezhet a 100-as értéket. Na mindegy. 50 mm a mögötte lévő tényleges torrefontnak sincsen 70 mm-nél magasabb és 40 mm-nél vastagabb eleme. Úgyhogy ez igazából teljes mértékben a papír. 30 mm ezek is kiegészítő páncél, 12 mm tesz hozzá, itt az oldal a 35, a szoknya az 10 mm, tehát ez van is meg nincs is. Alatt a tényleges oldalpáncél 30 mm, hátulról ezt a gypsy-reket nem veszi figyelembe, úgyhogy egész nyugodtan mondhatom, hogy ez a hátsó lemez úgy, hogy van 30 mm, 25 mm itt a popó. A motorászatot csak 15 mm védi, úgyhogy repülőgépek, helikoptergépágyuk számára kigyújtása hajlamos tud lenni, 20 mm a teteje. Igazából suszpassz, ennyi volt, csókolom. Oldalról van egy kis üreges páncél. Na most, hogy miért csak oldalról? Miért üreges páncél? Akkor már miért nem kompozit? A kompozit nem fért volna bele az árba. Ez ilyen egyszerű. De valamit azért akartak az oroszok villantani, és a villantás az lett, hogy akkor legalább üreges páncél. Ugye közel kellett elég sok volt már akkor is az RPG. Legalább valamit villantsunk, ami legalább egy picit kémiára véd valamicskét. Legalább a gyalogsági eszközökkel szemben, hát ezért került ide az üreges páncél. Sokat nem kell beleálmodni, tehát nem kell tőle egy világ megváltást elvárni, mert igazából ez csak illúzió. Vegyük is ki, hogy jobban lássunk. Az előső Amorek, hogy ez 61-ben mázott lőszert fog nekünk mutatni, nyilvánvaló. Ez kipucolható teljes mértékben. Ebben az esetben nem látnak rá a mögötte lévő Amorekre, csak ezt az elejét látja valaki. Ennyit látnak a tankból, akkor a sofőrt fogják agyonlőni, de maga a lőszerrekez sietetlen marad. Itt van két kis osztott lőszerrekez, de ezek igazából inkább kiegészítő lőszerrekezek. Amit nincsenek is bent, amennyire tudom, hogy nem voltak alapból bent a tankban, ezek opcionálisan betehető két kisebb lőszertároló. Töltőkezelni könnyebben az élete. Hogy használták az darabok vagy nem, arról semmi forrásunk nincsen. Az olaszok minden esetre adták a tankot, ezt úgy tudom. Úgyhogy ebből is jár a minimális mennyiségű ez a 7 darab lőszer. Ezek mögött helyezkedik el az a lőszerekhez, ahonnan a töltőkezelő valójában dolgozik, ő minden fogja tölteni a félautomata ágyúzávárt. És hát ebben az oldalban belenek minket szemből, akkor mindenféleképpen mindenhogyan lőszert fog érni. Mese nincsen, azért fogunk meghalni. Ha meg a bal oldalon lőnek be minket valahol, akkor ugye irányzó lövész mögötte a parancsnok és itt alul pedig a vezetőnk, úgyhogy három embert vagy kettőt ki fognak lőni, vagy nem tudunk visszajönni, mert ez a két ember hal meg, vagy ha mind a három, mert kapja még a fejébe a skulóta. Szegény vezetőnk is, akkor meg ugye egyértelmű válság lett pukkadva a tank. Sokat nem tudunk ezzel igazából tenni. Az arzenálunknál már említettem, hogy olasz ágyúval rendelkezik, ugye a 105 mm Rotton már a 105x52-es, 12x7-es amerikai M2 HV-ot tetején, 1080 lőszer mánázható hozzá,
Fabric Dashen a belgik, 60-40-es gépusták vannak, 4000 lőszerrel, 66 mm-es a közgránátvető, 8 közgránátvetésére ad alkalmat, az a Wartan-nál már azt jelenti, hogy kétszer tudunk füstölni, ha minden jó megy, ha oldosabban nyomjuk azt a kis bizonyos billentyűt hozzá. Összeteket tekintve az M392A2 az egy meglepően jó működő APDS, nem volt egy fájdalom kiindulni a DM23-ast. Igazából lehet vele boldogulni 8-3-ban. Nyilvánvalóan megérzi az ember a különbséget, de lehet vele boldogulni. Soha nem használtam a hashgranátot, mikor ki volt már fullozva a harckocsi teljesen mindenre, akkor saját magának kivette ezeket a lőszereket, kiszedte őket, de én nem nyomassam senkinek azt, hogy ebbe TP-tel mesetek, amíg nem fullos a tank. Mert igazából ne is használjátok, mert semmi értelme, és úgy szét van nerfelve a S, hogy vicc. Hitefes, ebbe a szintbe azért XM1 az eléggé rendszeres célpont, úgyhogy úgyhogy emiatt a kompozit miatt, hogyha kap egy gyártit, akkor már kompozit és reaktív kombinációjá ott a T64B, ott a T72, nem igazán érdemes hitösszerre szórakozni. Maximum az ilyen meddög, de nem akar a légvédelmiek ellen egy opció, vegyük úgy, hogy opcionális lőszer, légvédelmiekre, meg más könnyű járművekre, de nem egy nagy kaland. A lényeg a szívelek az a TM23 lesz, mert 337 mm-t üt, 1 mm-rel üt többet, mint a T55 AM egyébként. Ezáltal a másik legyegébb 8.7-ben az átütésére nézve, de semmivel nem aptil érzékenyebb szerintem a többinél. Én nem érzem ezt a különbséget, a DM23 teszi a dolgát, a lőszer jó, a lőszer működik. Illetve van még taktikai felhasználása egy M416-os füstgránátunk is. Valóságban tudott volna kétféle világítógránátot is lőni, az egyik hagyományos világító, ami nappali fénybe borítja a harcmezőt, a másik egy passzív infravörös, illetve lett volna még egy sörétes lőszere, igen, ágyúból öltő sörétes lőszer, gyorsság elleni végső védelemre, utolsó évként. Közelket szeretik az ilyen dolgokat, ugye az Almis 40-est a ködgránátvetőjében is lehet repeszgránátokat tölteni, ezt mondtam az Almis 40 videójából, úgyhogy közel-keleti extrák között ilyen is szerepelt. De ezt ugye Európában valamiért a Genfikon akció meg egyebek kapcsán nem nagyon előtették, hogy egy orosz tank ilyesmivel lövöldözzön, de egyébként létezik hozzá ilyen lőszer is. És akkor a kettő közti különbséget látunk egy maximális engine power 1584 horsepower-t tudunk ledolgozni 2200-es fordulatnál, és akkor nézzük meg, hogy itt ez hová fog változni. 1908 lóerő 2200-as fordulatnál, és igazából lóerő per tonna arány az, amivel tündökölni fog nekünk a prémium, ez egyetlen kiemelhető extra. Észrevettem azt, hogy amikor egy spawnolunk be, a prémium leopárdomhoz képest sokkal könnyebben megindulnak kifelé a spawnról, illetve lényegesen könnyebben mozognak homokban, hóban, sárban, és jobban másznak egy oldalt. Tehát megérzi a lóerő per tonna arányában a prémium tank azt, hogy a prémium tank, és neki van valami extrája, úgyhogy a egyes darab bemelárosok számára készült MTCA verzió az ennyiben fog tündökölni, a olasz saját és szaudarábiai, bocsánat, dubai verziójú M2A-hoz képest. Az M2A-soké picivel jobb lövő betonna arányjal érkezik, és ez tetten értő a harc közben is. Na akkor nézzük is meg, hogy mit tudunk lenni a harcon, mert már túldumált a magalás időt ismét. Elnézést, kicsit hosszú lett, de nekem érdekes a téma, és tudjátok, hogy szeretek róla beszélni. Csúdigunk, my bad, és akkor menjünk lövöldözni. Én nekem azt tűnt fel, amikor még nem volt meg, hogy a L44 Leoparddal együtt, amikor beszponoltunk, akkor a Leopardomhoz képest az MTC-ek azok, mint a mozgékonyabban indultak volna meg, vagy hamarabb megindultak, mint én. Picivel gyorsabbnak érződtek úgy szubjektíve. Na lássuk, hogy a szokott taktikában mi a helyzet. Ja, és csak az a DM23-as használom igazából 337 mét ütünk, ez 1 mm-re több, mint a T55 AMB. Egy picivel aptil érzékenyebb a srác, bár hát mihez képest. Többiek ütnek ilyen 360-361 e környéki átütésekkel, és igazából a T72A az, aki hogyha downtilt kap, úgymond, vagy saját szintjébe megy, és elsőbb a 8-as tankok fognak rá, akkor nem ütik be a frontját. Hirtelen, mert ő kapott 1983-ban egy olyan plétet oda, ami az M1-es Abrams ellen, ami megálltja a 105 mm-es koporsó szereket, úgyhogy igazából T-72 válnak, annak is a frontpáncélja az, amit nem fogunk beütni. Nyakát meg ugyanúgy átharapja mindegyik, tehát el kell harapni a torkát, aztán csókolom. Hát ez a mapper ugye
közelkre megvan az egy pár lehetőség, amit el lehet játszani. Lehető Gajin Magdesign az nem ad valami sok teret a kísértezésnek, mert behatároltak a lehetőségek. Én mostanában arra kaptam rá, bejövök a mecset kertbe. Igen, sok hangszóros épület, ez a mecset, gyerekek, ezt még egyszer elmondom, mert még mindig csodálkoznak rá az emberek, hogy miről beszélek. Szóval megállunk a mecset kertjébe egy kicsit kempelni, mert általában megpróbálnak ezen a flanken bejönni. Engem most a pontfoglalás nem nagyon izgat. Ugye a pontfoglalásnak a Guardian az betett egyet, hogy idáig örültünk nekem, volt egy szép várás, emberek megvárták egymást, most azt mondja a Guardian, ne várjátok meg egymást, mert akkor osztódik a játékosok között a spawn pont, Silver Lion és a villanykörte hozom is. És akkor nem osztom, megvarad a bevételt, alapon mindenki belastor egyedül. Most már nem igazán van várás. Én nem érteni ezt, hogy most fejlesztőként ezt miért kellett. Már sok gondolom, amit én nem értek. Topérben nekem azt tetszik minden esetben, hogy igaz, hogy most már a nagy rakétás nagy heliket be lehet hozni rásba, de végre minden nemzet kapott rakétás légvédelmet, illetve ilyen módon hát most úgy fog hangzani, amit mondok, de azok hozzák be rásolni a nagy heliket, akik amúgy nem tudnák kilőni hozzá a spawn pontot, mert egyszerűen nem mennek olyan jól a War Thunder, ezt észre lehet sajnos venni. Tehát ebből rohadt sokat lehet profitálni légvédelemmel, mert hát nem éppenséggel helikopter pilóták java az, aki bejön rásolni. Szia! És ebből kifolyólag kaszálni lehet most nagyon a légvédelmiekkel. Daspida anyatavár is. Nekem nem írja ki a killeket egyébként a War Thunder, mint mindenki másnak a monitor közepére, hogy hát target destroyed, nekem ilyen már nem jár egyébként. T-34-85, jó van. Oké. Na most behozzuk Contasnak a tech tree-t. War Thunder. Mindegy. Másik az, hogy nem tudok játszani semmilyen olyan földi járművel, ami van ATG-em. Nem csőből kilövető, MBT-ből kilövető ATG-em, hanem ATG-em, mint ATG-em, mint például az 11-es rakéta, az Almi 13-as, az 11-en vagy valamihez hasonló. Én azokkal ugye nem tudok játszani, mert Guardian kikapcsolta a rakétáimat, ilyen egyszerű. Akár mit csinálok, ha minden csata előtt beállított neki másik gombot, de beállításából frissüljön a kliens, akkor se. Egyet talán kilő, de a többi az ott rohad meg a tankon, az nem fog menni sehova. Első után nekem kikapcsolják a rakétákat, én nem játszhatok rakéták. A BMP-2-től is ugyanaz van. Mint a nemzettől függetlenül minden a nemzetnél, amiknél van ilyen járművem. Ez... hát ez profil nerf, ezt így hívják. Ja, és egy rohadt idegesítő dolog, és azért meglepően meg tudja az embernek az életét keseríteni, hogy nem írja ki a kilt, légvédelminél extrém agyfasz lehet tőle kapni, mert... nem tudja az ember, hogy most meglőttem, nem lőttem, lőjem-e még, ne lőjem-e még, mit csináljak. Hát a szép lövés, bocsánat, dolgot találok. Oké, megvan. Hát amit mondtam, DM23, szóval ugyanúgy fogja tenni a dolgát, és az összes többi. Nem igazán érezni meg azt, hogy átütésed névdekesen kisebb. Nem mondhatnám, hogy múlik rajta valami, tehát most ezáltal lett volna olyan, amit te már nem tudsz beütni. Míg mások a 361-gel be tudják ütni, én legalábbis nem. Ha látnám, hogy... hát akkor kövő. Amúgy szerintem az olaszok nagyon élvezhető kis nemzet. Én most jelenleg úgy érzem, van szerelem miatt egy kis elfogultság, ezt mondjuk felvállalom. De úgy érzem, hogy az amerikai és a német után a harmadik legjobb top éres nemzet lett az olaszból, mert
Meg egyszerűen megvan az a mobilitás, az a fajta, nem is csak mobilitás, agilitás, úgy overall. Az a taktikai helyzetekre való reagálási képesség a mozgékosságukkal, meg a toronyforgásukkal, meg a töltésükkel. Pörgősek egyszerűen az olasz járművek, hogy ez megadja neki a győzelemnek a lehetőségét. Ez kell lényegében a győzelemhez, illetve az itt van az automatika, ami egy rohadt nagy formát. Az egyik legjobb olyan jármű, ami általánosabban mindent képes pusztani égen és földön. Az APH-ja Granitet hol a holver, azt elvették neki, azt nem igazán értem, hogy miért. Bár igazából furcsának volt benne, legfeljebb a többi légvédelemmel szembe való pár arcodba tudta valamennyire segíteni. Így a közelségi gyújtós repesz romboló gránát, ami a cél közelébe robban, légvédelemre való gránát. Mellé kapott egy teljesen hagyományos HE repesz gránát, ami kontaktra robban. Találatra magyarul. És megvan benne a koporsószeg, ami által azért egy elég félelmetes páncélvadász keletkezett. Ó, meghaltál. Még nem? Ha! Ágyüzelve. Hát akkor visszatolhatunk, az biztos, hogy nem ott kezdek el pajkodni a szereléssel. Pontig nem akartam visszamenni, mert azon már túlságosan berátható. Jobbról is, balról is. Még talán legalább jobbról nem. A főszaradna ott valaki, jól szoktak. 5 kill, 1 assist, 1 foglalás, 1 halál. Annyira nem állunk rosszul. Jók az olasz leopárdok. Ugyanúgy lehet igazából azt mondom, hogy tehát villanykörte, Silver Lion bevételek szempontjából pont ugyanúgy lehet velük, mint a két leopárdal a németeknél. Tehát hogyha az L41-est és az A1-es belakod, akkor ugyanaz a hatékonysággal tudnak ezek is farmolni. Annyi van, az jött nekik ott a TAM. Ami egy harmadik, hát light tank, de végül is MBT-nek is vehetjük, mert képességi szintje ott van. Nekünk viszont itt van a SIDAM. Illetve mi páncélvadásznak is elég félelmetes. Illetve a Centaurok közül a B1-es. Mert ugye a Romulus 9.3-as, tehát ővel a tilt kapunk, azt nem tesszük be mellé. Szóval ja, vannak a jók, mint a németek. Az biztos, hogy nem bántam meg, ha kiúztam őket, és ez most csak egy kis gameplay videócska, de... fogunk majd érkezni. Ezt honnan? X1. Oké, fogunk majd érkezni bemutató videóval. Annyi különbség a kettő között talán nincs is, hogy külön vegyem őket, lehet, hogy egy videót fognak kapni. Így az OWF 40 család. F84G, van rajta egy pici levegőföld fegyver, ez csak úgy szolidan. Most az a BR magasságomnak következő módon azért már illene valamilyen szinten alacsony támadásba jönni. Ez mégiscsak ad a régvédelmieknek. Azzal tudja az ember a dolgát nehezíteni, máshol nem nagyon. Most te meghaltál? Igen. Próbálsz füvet nyírni, úgymond. Fűnyíró magasságba közlekedni, mert... jaj! Oké, beletem a bombákat. Betenyeltem az egérbomba, amiben nem kellett volna. De legalább visszük normálisan fordulni. Ezt a komászteret én ott meghágni. Hát
Hát két ember, motor, lánc. Nem mondom, hogy nem kapta a szívet, de hát nem halt meg. Azt hiszem, hogy belopta a BF. Igen. Olvasja neki azt a pár darab rakétát, még van, amivel leszórjuk. Azt szerintem a csapatom még egy költ, hogy többet kapjon, több szerepet kapjon a prémium. Végre tudom használni valamit az F84-et is, mert egyébként erre a listükbe én nem igazán tudtam volna boldogulni. A mi repülőgépet lelőttem le, azt 100%-ban tankerbébe lőttem le, meg helikoptereket, ennyi airkillje van neki. Henkel 219A. Ővé lett a Akill. Viszont a vasvihazat egyébként elrösszik, az mert nem igazán fordul, és hát mint vadászgép, ezzel a fordulékonysággal vicces azért. Boldogulna, nem baj, nézzünk meg egy átlagos olasz farmolos meccset, remélem a következő meccsbe, abban jobban fog szerepelni a prémiummal. Vehicle Research 8516. Bort le. Arra rája kattintunk, és rövidesen érkezünk a második meccsel. Na akkor nézzük egy városi terepet a Buck Thunder csodái közül. Berlin a la Buck Thunder. És a másik a nyári kambó, amit kaptam alapból. Mert miért ne? A spawnon. Csak ilyen lazán a spawnon szétlőttek minket. Felszólalt a távon kívül vannak. Nagyon sokan a tokóban azt a lövést. Általában az orosz hatnászatok meddig csinálni a passzív védelmet, hogy a lapos területű járműekkel meg hol nem lehet menni, meg el lehet tűnni. Valamennyire leopárdokkal is be lehet olvadni itt a dombozatba. Szerencsére sem magas építést darab az Orf 40. Tőlük ugye nem ért ki senki a flankre, konkrétan. Nem menti el a pici szívemet túl sok bizakodással, hogy nem mondjuk itt kint. Még átmehettem a bandamboli kapu másik oldalára is, de
Talán az nem ütöl sem, mert senki megkockázhatni ezt az oldalt, elég rizikós kijönni arra a spawnról is, ebbe az irányba. Sőt, talán még rosszabb, mint a miénkről, erre az oldalról. Szokott camper fészkrekben most nem üldögél senki. Ó, bakker. Ezt pont ezt rosztottuk. Tényleg van a talán torony oldalát. Azt mondjuk nem nagyon gondolom, hogy kilőttük volna, de parancsnok töltőkezelő ágyizávára elment volna neki. Vagy lövész, valamilyen kombinációba. Ezt most nem vett össze. Mi van? Tudjuk már a mértéket rassan vagy azból. Bassza meg. Most a töltésem annyira meccseszte a srác, hogy... Vagyok addig a haverját. Meg a másik haverját, egy itt sincs hagyúzva a várjál már. A mi avarunknak, aki... Ez bazd meg! Russian vagy az vicc, bazd meg! Ez egy vicc! Ez egy vicc, gyerekek! Ez egy szar vicc! De akkor a kis sínai lesz a harmadik. Mert a második elég rövidre sikerült ahhoz lenni egy harmadik meccset fölvenni. Azért hagyom benne a videóval, klántársam folyamos tesztelem megötte a T55 álmat, és mennyire szerencsétlen, akárki csak ránéző mindig meghal, nincs páncélja, és egyebek, nem tudom, ha bármelyik 8-7-esnek lenne egyébként. Francia, orosz, amcsi. Oké. Okay. Már szerintem az nem is teszteni fog. Mások persze működik a tehét, hogy rám, csak nekem nem előre hallom ezt, hogy hallgat Discordon, de... De én felvettem, nem tudtam, hogy nem rosszul, akkor tehét vele talán. Kemény csaj, az állja az a sarok. Egyébként a viszonylag meredek szögelésből a frontpáncél, meg a torony frontján adódik az, kicsit Leopard 2 Kylia szindróma, hogy... olyan dolgot tudnak lepattanni erről is, hogy... Az ember csak néz ki a fejéből, tehát... Még a T-54-es egy dolog, amikor az ott csak 120 lepattan a tornyfronton van, akkor az én sem elgondolkoztam, hogy most... Túlfeledte a Gajin humor érzéke, vagy mi van? Azt a srácot, akit ott meglőttünk, szerintem nem fogjuk egyhama viszont látni, a BNP-nek örülök, hogy az kint van, mert úgy látom meg volt már nagy rakétája, és akkor ő azzal úgy eléggé. De megvan. 62-en megy volt, bocsánat. Összekevertem az 55-össel. Most csinálnak érdemes csinálni, és a figyelmetekbe, hogy ide fejeztek a sziklákhoz, még egy viszonylagos takarásból azért. Mindig ki lehet egy-két tankot venni, mert itt mindenki hajlamos az egypontos erdőzés miatt az A környékén fedezéket keresni.
viszonylag kevés olyan ember van, aki megindul a hosszú flankre, pedig hát innen is leszedni, meg a másik oldalra is gyakorlatilag a spawnunkig. Mert több minket kerül egyik szem egyes, úgyhogy senki nem veszi igazából észre. Ami egy rohadt nagy veszélyfaktor. Amerikai zászló van a másik oldalon. Meghalt meg. Most persze két ellenség is tudja, hogy itt vagyunk, akit innen lőttünk ki, és ezek álló pöcörővel szeretnének ránk ugrani, bosszú kill szempontjából. Hát 72 válnak, ugye magasabban kellene a nyakát. Nem ütjük be a frontját, ezt mondtam, ezt azért fontos észbe tartani, de nyakán lőttek, el fog menni. Na most szóval már túl sok volt a jóból, nagyon sokan tudják már, hogy itt vagyunk, illetve biztos, hogy benne van annyi csapat kommunikáció náluk is, de lehet jelentve, hogy... MTC a Kemper, utána. Ennek okával most... relocate, kicsit arrébb megyünk. A sebzés modellnek a bugja meg a fassága, én most szerintem nem érdemes igazából rage-elni, mert ennek a játéknak van talán a legrosszabb sebzés modellje, az biztos. De már a World of Tanks-et és az Armored Warfare-t már régen alulszárnyalta a Warthunder, és egyre rosszabb lesz. Egyszerűen arra van a developer csapat, a management meg a marketingesek által kényszerítve, hogy pumpálják orvérzésig az új contentet. Kaptunk egy ágyúzával, nem tudom onnan. És egyszerűen bugjavításra sincs idő, ad egy, ad kettő, hogy nem, hogy bugjavításra nincs idő. Több az annál, hogy kidolgozatlan sebzésvonalakra kerülnek be járművek a játékba. Hát záró gondolatként annyit, hogy tudnak mindent, amit egy 8.7-es MBT-től igazából elvárunk és tudni kell, és egy nap alatt több mint 160 ezer TP tudtam gyalulni a indulásom során. Ugye azért nagyon nem itt állt nekem a fejlesztési fába az Arieté. 370 ezer környéki TP-ről indult a történet. Valamint nem emlékszem már rá biztosan, lehet, hogy csak 350 valamennyi volt, nem tudom mennyire indult, de ahogy megvettem, aznap lekiálltam gyalulni, és 154.364 TP-re van jelenleg az Arieté a lényeges verzióban. Úgyhogy egy eléggé hatékony induló 8.7-es, pláne ezzel a line-up anya megvan, most már a tech tree is mellé van pakolva, illetve 8.7-es line-up, így játszom, hogy mert van a szidám, végül ezt hagytam meg mellé, és tudod a kis rakétásunk is, ami nagyon jó rakétás légy, majdnem olyan jó rakétás légy, ott a tuguszka, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. Tehát azt még elfelejtettem mondani, az elején a garázsdumán nem, mert túlságosan hosszú is lett volna, így is hosszú a videó időkeretben, hogy az automatik az bizony ezen az alvázon osztozik. Azért pakoltam itt be, hogy magyarázáshoz majd mondom egy ilyen készletet, hogy amivel akarok beszélni együtt legyen, szóval az automatik bizony-bizony ez ugyanazon az alvázon nyugszik. OF40 alváz, sőt, egyébként az RTP-nek a tornya, ez a torony és a testpályára ezt úgy gurult ki, hogy egy OF40 alvázon. Tehát ennek a toronynak a teszteléséhez is az OF40-nek az alvázát használták fel, nem pedig a saját alvázat, ami akkor még valahol összeszerelés alatt volt az ember. Úgyhogy ezek ilyen érdekes kis kitérők. Nagyon megszerettem az OF40-eseket, ugye mint ahogy a leopárdokat is nagyon megszerettem, és én mániákos leopárd gyűjtő vagyok, és most már minden leopárd változott, a prémiumokat is beleértve itt van ugye a garázsba. Németet is fogom majd talán kintolos meccs keretében megnézni egy-két dolgot az L44-jel, mert őről sem volt még igazából a csatornán szó. És nem hiszem, hogy fog kapni egy önálló videót, mert igazából annyit nem ér meg ez a tank szerintem, be legyen mutatva. Leopard 2 felé vezető úton az ágyonok a tesztelésére használt Leopard 1 A5 talán, vagy A4, igazából ezt sem tudom, mert mind a kettőnek vannak ott a típus egy ilyet oldján, hogy elég fura szerzet, nem is tudnám hová tenni, ezért is nem akarok belemenni a videójába részletekbe menőben, de az mennyek, hogy a prémiumokra most már minden Leopard megvan, és ezzel most én nagyon boldog vagyok. Tudom ajánlani megvételre, aki az olaszokat ki akarja húzni, és azt tudom ajánlani, hogy vegyétek meg inkább őt, és ha megvan a saját szintje, akkor igazából reg 6-7-ben játszhatod csak az olaszokat, ezt tudja megélni. Itt igazából a reg 5-ből a szidám az, ami számottevő, és a centauro, és a rakétás, tehát három érdekes jármű itt is van, de igazából játszani úgy jó őket, hogy reg 6-7-be. Itt a szidámot és a tót egész nyugodtan lehet vinni Tobi erbe, mert bőven megállják a helyüket ott is. Többféle szerepkörben is, ugye az rakétás légvédelemnek is kiválóan megfelel, az idám sokkal jobb légvédelem, mint az automatik.
Ott voltak inkább helikopterek ellen, jó repülőgépek ellen, azt lehet mondani, hogy felejtős repülőgépek ellen kell a szidám. Illetve az automatikai páncélvadász is. Úgyhogy kiúzáltak az olasz top BR-t, ami igencsak versenyképes. Szerintem az amerikai és a német után a harmadik leginkább versenyképes top BR-es nemzet jelenleg, az olasz. Privát véleményem. Lehet vele nem egyetérteni. Megéri megvenni. Azt mondom, egy olyan tech tree-t nyitok ki velem, ami egy ütőképes top BR nemzet, az az hozzáférésetek. Hát ennyi lett volna az a videó, bocsi, kicsit hosszú lett, mert túlöttem az időkeretemet a garázsdumával, meg itt a végén, de szerettem volna az átfogóbb videót kicsit tényleg átfogóbbra venni. Remélem ezt elnézitek nekem, és találkozunk a kommentmezőben, illetve a Discord szerveren. Én pedig Sándor Grof voltam, köszönöm a tekintést, sziasztok!